Nagyecsed 2017-ben került be a Szellemi Kulturális Örökség névjegyzékébe magyar és cigány tánc hagyományával, kiemelt jelentőségű táncos település lett. Elzártságának köszönhetően pedig változatlan formában maradt meg a jellegzetes tánckészlet, a gazdag egyedi motívumanyag. Ezért manapság is együtt táncolják fiatalok és idősek, magyarok és cigányok ezeket a táncokat. Ez indította el az első Gypsy Fest megszervezésének ötletét. Egy évvel ezelőtt Rostás Mihály Mazsinak a segítségével összefogtunk és azt mondtuk, hogy csináljunk egy olyan kulturális folklórfesztivált, ami méltán és büszkén állít, én azt gondolom, hogy emléket és egyben mutatja meg azokat a cigány művészeknek a munkáját, akik Nagyecsedről elszármaztak, hiszen számos nagyecsedi folk kategóriában mai napig működő együttes öregbíti Nagyecsed hírnevét világszerte, idehaza is, szintén külföldön is, és szerencsére ők büszkén vállalták azt, hogy Nagyecsedre visszajövet, vállalva azt, hogy ők Nagyecsedről származnak, és viszik ezt a kultúrát, részt vesznek ezen a fesztiválon. A három napos eseményt idén is megrendezték, ezzel hagyományt teremtve a településen. A második napon a fiataloké volt a főszerep, akik egy tehetségkutató versenyen mutathatták meg magukat. A roma tradíciókat és szokásokat ugyanis fontos visszatanítani a gyerekeknek, vallják az óvodapedagógusok. A városban ugyanis jelen vannak a magyar nyelvű és olasz cigány nyelvű gyerekek egyaránt. Minden család más, Nagyecsedet tekintve nagyon sok a népművészet ifjú mestere, és minden otthonban megtalálható valahol az ének, a dal, a hangszerek, a tánc szeretete. Az irodalmi oldalról pedig tekintve mesevers mondásban is nagyon erős a település, is volt népművészet mesemondónk is annó. A rendezvény keretében pedig Vári Zsolt festőművész kiállítása is megnyílt a II. Rákóczi Ferenc művelődési házban Nagyecseden.